Elárulod, mit csináltál ott fent? Kérdezte Tomi. A felhőket néztem. Ez a legjobb hely az egész városban, jól látszik minden, amit a felhők csinálnak. Ma egy delfin menekült a boszorkány elől, magyarázta a lány. Már nem látszik, folytatta, amikor látta, hogy Tomi az eget kezdte fürkészni az ablakon át. Most csak a tengert látni, ebbe ugrott bele a delfin. Tomi az eget bámulta. A szürke első felhők valóban végeláthatatlan, borongós tengerként terültek szét a magasban. Gyakori látvány volt ez Zapumában, de eddig soha eszébe sem jutott, hogy ne a szürke első felhőket lássa bennük. És most lám, itt egy lány, akinek az élénk fantáziája varázslattal, kalanddal, élettel tölti fel az eget. Talán csak épp eső felhőket nem lát, ha felnéz. Sziasztok! Ebben a videóban a zapumai kóbor villamosról fogok nektek beszélni. Először is szeretném megköszönni az írónőnek, hogy átküldte nekem a kéziratot, és így volt lehetőségem elolvasni a könyvet. A cím tökéletesen összefoglalja, hogy miről is szól ez a történet, hiszen végig a kóbor villamos körül zajlanak az események, és azt követhetjük nyomon, hogy hogyan próbálják ezt az elcsatangolt villamost megállítani, és a végén az is kiderül, hogy vajon sikerül-e időben megállítani azt. Zapuma egyébként, Zapumi a fővárosa, illetve egyetlen városa, ami azért különleges, mert amikor Csehszlovákia szétvált, akkor erről a városról elfelejtettek egyezkedni, hogy mégis hová fog tartozni. A polgármesternek azonban mindig akadt valami fontosabb dolga annál, hogy szóljon a két országnak, hogy ő róluk elfeledkeztek, így végül Zapumia egy különálló ország lett. Azonban itt jön a csavar, hiszen ez a villamos csak kóborol országról országra a történet közben, és amikor Zapumia próbálja felvenni a különböző országokkal a kapcsolatot, hogy segítsenek nekik megállítani az elkóborolt járművet, senki nem hallott még az országról, és így nem is veszik őket komolyan. A történet egyik szereplője, Tomi, egy fiatal fiú, aki dolgozni kényszerül, és így a villamosokat takarítja indulás előtt. Azonban egy nap nagyon fáradt, és mivel nagyon jól haladt a takarítással, úgy dönt, hogy leül egy pár percre pihenni az egyik villamoson, azonban elalszik, és hát arra ébred föl, hogy a villamos ajtaja bezáródik, és elindul a villamos. Szalad is előre, hogy szóljon a vezetőnek, hogy probléma történt, azonban azt veszi észre, hogy senki nem ül a vezető fülkében. A villamos csak megy, vezető nélkül, Tominak fogalma sincs arról, hogy mégis mi történik, aztán a tetőről egyszer csak bemászik az ablakon egy lány, és ekkor kiderül, hogy nincs áram alatt a jármű, tehát egy varázsvillamosról beszélhetünk. A történet során az is kiderül, hogy ez valóban egy varázsvillamos-e, vagy valamilyen turpisság áll e mögött. A városban eközben megáll az élet, hiszen Zapumiában mindenki mindig villamossal közlekedik, még a rendőrségnek is csak egy autója van, de az sincs használva, így amikor szükség lenne rá, nem is tudnak hirtelen ezzel közlekedni. Úgyhogy óriási felhajtás kerekedik a városban az elkóborolt jármű miatt. Aztán, ahogy telik az idő, már mindenki látja, hogy hamarosan eléri a pálya végét a villamos, és akkor most ez mindjárt meg is fog állni, már kezdenek megnyugodni, hogy hát úgy se tud tovább menni, de ekkor a jármű legurul a sín végéről, és tovább megy. És ahogy előbb említettem, hogy több országban is játszódik ez a történet, hát, ahogy letér a pályáról a villamos, át is gurul több országon is. Úgyhogy ennek a villamosnak az útját követhetjük mi végig, illetve, hogy hogyan próbálják megállítani ezt a villamost. A történet nagyon jól felépített, mindennek megvan az oka, hogy mi miért történik benne. A szereplők is nagyon jól kidolgozottak, és végig fenntartja az izgalmat. Én nagyon izgultam, hogy vajon mi lesz a villamos sorsa. A könyv egy 8-10 éves korosztályt megcélzó kalandregény, aminek írónője Dobó Dorottya, neki ez lesz az első megjelent könyve. Nekem nagyon tetszik az írónő stílusa, végig nagyon szép nyelvi megformáltság jellemzi a történetet, és nagyon választékosan ír. A könyv a Napút kiadó gondozásában fog megjelenni, azonban közösségi finanszírozással, így ti is tudjátok támogatni ennek a könyvnek a megjelenését,
A leírásba belinkelem a könyv Facebook oldalát, illetve az oldalt, ahol ti is támogathatjátok a megjelenést. A Facebook oldalon egyébként a könyvvel kapcsolatos új dolgokat és híreket osszák meg, illetve a könyvhöz tartozó illusztrációkról is találhatunk ott néhány képet, amit egyébként Buzás Viktória készített el, és most itt mutatok nektek néhány olyan képet, amit még a Facebook oldalon se láthattatok. Nekem nagyon tetszik az illusztráció, mert nagyon egyszerű, mégis nagyon kifejező, és szerintem tökéletesen passzolna a könyv hangulatához is. Ennyi lett volna már ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, ne felejtsétek el támogatni az írónőt. Találkozunk a következő videóban is, sziasztok!